A Falkó az ősszel idegenben is legyőzte a Nyíregyháza csapatát, így mindenki azt várta, hogy a Szombathelyek hazai pályán átrohannak Sitko Ernő legénységén. Ehhez képest a derbi első perceiben a nyírségiek akarata érvényesült. A nyitó negyed derekán azonban ritmust váltottak a hazaiak, és szabályosan állva hagyták a vendégeket. A folytatásban aztán már egy pillanatra sem forgott veszélyben a Falkó győzelme. A 94-74-es végeredmény teljesen reálisnak mondható. Eljönni Szombathelyre és egy futós játékot játszani öngyilkosság. Úgy gondolom, hogy sokkal jobban kellene kontrollálni a támadó játékot. Ugye mindenki azt mondja, hogy a védekezés adja meg egy csapatnak a formáját és a külalakját. Igen, de ha bután támad valaki, akkor nem lehet védekezni. A Falkó hat légiósa közül Milyen Rakicsot hagyta ki Kálmán László a Nyíregyháza elleni derbin. A sérüléssel bajlódó Simon Kristóf nem állhatott a csapat rendelkezésére. A mérkőzés harmadik negyedének végjátékában pedig Bazsó Pulnó szenvedett súlyosnak tűnő bokasérülést. Szinte biztos, hogy ki kell majd hagynia a hétvégi zalaegerszegi mérkőzést. Ennek nem örülök, mert a rotációnk egy rövidült, és tényleg a Bruno jó formában volt, és egy nagyon jó védőjátékosról beszélünk, aki szívvel lélekkel teszi a dolgát. Hát nem egyszerű Egerszegen nyerni, de nekünk idegenben most már valakit meg kellene vernünk. De azt gondolom, hogy ha tudatosan tudunk játszani, és tudunk nyomást tenni az ellenfélre, akkor van esélyünk. A Falkó zalaegerszegi vendégjáték a szombaton 19 órakor kezdődik majd. A találkozóra pénteken 10 és 12, illetve 14 és 16 óra között az Aréna Szaváriában, a második emeleti klubirodában lehet elővételben jegyet vásárolni. A derbi előtt 18 órakor nyit majd ki Zalaegerszegen a vendégpénztár.